A Soli Deo Gloria református diák mozgalom az idei tanévben is megrendezte a Biblia ismereti versenyét a Kárpát-medencei református középiskolások számára. Három fős csapatok jelentkezését várták. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának csapata évek óta sikerrel szerepel a versenyen, dobogós vagy ahhoz közeli helyezést elérve. Idén a pataki diákok győzedelmeskedtek, amihez hosszú hónapok felkészülésére volt szükség. Szeptemberben már tudjuk a témáját, általában egy-egy bibliai könyv szokott lenni a témája a versenynek, jelen esetben János evangéliuma, ezt már mi szeptemberben tudtuk, hogy tulajdonképpen szeptember óta folyamatosan ment a felkészülés, teszteket írtunk a gyerekekkel, feladatokat oldottunk meg, illetve hát megbeszéltük a fejezetnek az egyes különös vagy különösen nehéz részeit. A fiatalok azt mondták, még a verseny helyszínére tartva is tanultak. Mindannyian olvastuk egyénenként is, és közösen is megbeszéltük. Sokat gyakoroltunk közösen, egymást is felkérdeztük, és például amikor odafele mentünk a kocsiban, akkor is nagyon sokat kérdeztünk egymást, hogy hol van ez megírva, vagy hogy ez mikor van, mikor történt, ki mondta kinek. Úgyhogy nagyon sokat segítettünk ebben egymásnak is, de egyénileg is kellett készülni. A Bibliára nem csak a teológusoknak van szüksége, hanem egy jó mérnöknek, egy pedagógusnak, egy oktatónak, akárkinek az életében fontos. És hogyha van lehetőségünk, hogy ezt bizonyítani is tudjuk, akkor meg kell ragadni az alkalmat. A Biblia ismereti verseny nem csak a tudás bizonyításáról, a baráti kapcsolatokról is szól. Összekovácsolódhatnak, megismerkedhetünk egymással, és ott is egy olyan közösségi hangulat alakul ki, hogy nem csak a verseny van a hangsúly, hanem sokkal ezen túlmutatóan új barátságos, vagy éppen régi ismerősökkel találkozhatunk. A vallásosság nem csak egy-egy versenyre, egy egész életre szól. Mi hiszünk abban, hogy ahogyan a Zsoltáros is mondja, hogy lábad előtt mécses a te igéd, hogy tényleg Isten igéje az, amelyik meg tudja mutatni újra és újra azokat a lépéseket, amelyeket tennünk kell ahhoz, hogy az életünk boldogabb, teljesebb legyen, és éppen ezért mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a diákjaink e szerint tudjanak döntéseket hozni, tudják az életüket élni. A nyertes csapat tagjai és tanárok is azt mondta, öröm és büszkeség mellett érzik a győzelem felelősségét is, miszerint iránymutatást adnak más oktatási intézményeknek is.